Ez a kezdőkör, jó estét kívánok! Ma is sok-sok témával érkeztünk, reméljük, hogy mindegyikre jut idő. Elsősorban egyébként edzőváltásokról, vagy adott esetben majd lehetséges edzőváltásokról fogunk beszélgetni, akikkel pedig ezt ma megtesszük. Németh Krisztián, Somos Zoltán és Horog László. Laci, köszönjük külön, hogy megint ráértél, és itt vagy velünk. Az jutott eszembe, hogy most így a főcím ment, hogy azért beszélünk mindig edzőváltásokról, mert benne van a főcímünkben, és a vége ez a game over. Igen. Amikor és csúszj a karakter, tehát válasz ki a karakter. Tehát van, ahol kiválasztották ugye a múlt héten az új karaktert, méghozzá ugye a kosarasoknál. Érett ez már, nem? Hogy látjátok? Mert ugye az tény, hogy támadásban az egyik legjobb mutatókat hozta ez a csapat, védekezésben meg a leggyengébbet, ennek viszonylag sok vereség lett az ára. Érett, bár szerintem mindig nagyon nehéz, főleg azért, mert olyan edző volt itt most a csapatnál, akit eddig egyáltalán nem ismertünk, és hogyha az ő szempontjából nézem a dolgot, akkor talán ő jogosan nehezményezheti, hogy hát egy új közegben, új számára új kultúrában, 10 forduló után, ami azért még az alapszakasznak a felét sem jelenti. Tehát most, ha megpróbálunk ugye Dejan Mihevc érrendszerével élni, vagy abban gondolkozni, akkor mondhatja, hogy talán ő kevesli azt a bizalmat, aminek a jele, hogy mondjuk 10 meccs után menesztik. De bocsáss meg, hogy közbevágok, ugye a védekezéssel nem volt rendben minden, amire azt mondják, hogy nyilván tanulható, és mindennek az alapja. Igen, csak azt mondom, hogy mindig van ugye két fél egy ilyen döntésben, és nyilván aki rosszul járt, az adott esetben, persze van olyan edzőváltás, amikor mindenki tudja, majd beszélünk olyanról is a mai adásban, hogy már nagyon régen érett. Szerintem sem kell feltétlenül indokolni vagy magyarázni ezt a döntést, én csak azt mondom, hogy Mihevc, aki hivatkozhat azért sérülésre, ugyanúgy, mint tavaly idén is ritkán volt teljes keret rendelkezésére az edzőnek, és mondhatja, hogy hát még egy kicsit kellett volna dolgozni, hogy ebből a keretből kijöjjön. Ugyanakkor, aki pedig ilyenkor ott él a csapattal, látja akár vezetőként, akár játékosként a mindennapokat, nyilván megítélheti úgy, hogy ebben ennyi volt, és nem látszik az előrelépés. Márpedig előrelépés azért erősen kellene, mert egy Alba-Fehérvárnak azt hiszem, hogy 3 csapatot előzzön meg a bajnokságban, bármilyen kiegyenlített is ez a mezőny, ez megengedhetetlen. Laci, te azért picit benfentesebb is vagy, mint mi, meg szerintem te láttad a legtöbb mérkőzést közülünk. Ha mindet láttam. Kaposvári meccs második félidőn a 5. percében éreztem, hogy szerintem ez a sztori rövidesen véget ér. Láttam az elnök fejét, és ilyenkor, amikor látom, hogy mire gondol, akkor kb. Szoktam tudni a következő lépést. És nagy reményekkel érkezett ez az úriember, akiről valóban nem tudtunk különösebben semmit. Az, hogy nagyon jó dolgozott a Novo Mestonál, Angliában volt évedzője, nyilván a szlovén bajnokság nincs rálátásunk, az angolról semennyire. Én a meccselésében láttam a problémát, hogy nem tudott megnyert meccseket megnyerni. Amit 2-t megnyert az Alba az utolsó pillanatban, ott is Szekszárdon a Paksonon az első meccsen, nekik volt 2 rádobásuk, Kovácsnak és az Eilingsfeldnek kipördült, ezt megnyertük 106-104-re. Megvertük a körmendet, nekik volt 2 dobásuk a végén, az is kimaradt. Amit meccseket megnyertünk, azt úgy nyertük meg, hogy megvertük azt a Nyíregyházát, aki 5-ből 5-ször akkor kikapott. Ma már nem biztos, hogy megvennénk, de akkor megvertük, illetőleg volt még egy győzelmünk, illetve nyertünk Sopronba, az ellen a csapat ellen, ahol már rettenetes rossz állapotban voltak, tehát 2 külföldit cseréltek éppen, a magyar mag sérült volt, tehát nagyon nehéz helyzetben volt Zunis Branislav. Azóta ugye ott is edzőváltás történt. Tehát én úgy gondolom, hogy a probléma abból fakadt, és abban untak bele a vezetők, hogy abszolút megnyert meccseket elvesztettünk a végjátékban. Tehát ha alakult egy olyan meccshelyzet, az edző egyszerűen nem tudott reagálni. Szoktak beszélni kémiáról, ezt az volt, nem használom, de valóban nem működött a rendszer. Tehát elvesztettünk meccset 26 pontos előnyről, 21 pontosról, 10 pontosról. A kaposvári meccs is egyébként az egy meggyőződés, ami nálunk gyengébb csapat. És mégis kikaptunk 15 ponttal, és nem éreztem ott, és az első félidő rendben volt, és utána állva maradtunk. Tehát nem éreztem azt, hogy a kispadról olyan fajta segítség. Rendkívül szimpatikus ember, őszinte a szemedben néz, mondja, amit gondolsz, de nem éreztem azt a fajta pluszt, amit a kispadról egy mérkőzés szituációban, ráadásul kiélezett helyzetben, mert az egy kiélezett bajnokság, aminek jönnie kell. Én úgy gondolom, hogy ez az állomány, a Falkó magasan vezet, picivel jobb a Szolnok, de nem gondolom, hogy ne lenne ez a harmadik legjobb magyar állomány momentán. Én őszintén szóval
ebben kevésbé tudok beleszagolni ebbe a témában. Én a, annál sikában én nem látom ezeket a meccseket, mert mindig máshová vagyok beosztva, de a mester cikkeit ugye láttamozom a Fehér Mézsei Hírlapban. Igen, és hozzáteszem, tehát ha a csapat legalább annyira jól játszana, mint amennyire jók ezek a dolgozatok, akkor bizony ott lennénk az első háromban. Minden tehát, csapat ott lenne akkor. De, most egyébként... Köszönöm, és az a reális, hogy nincs benne túlzás. De nekem az jutott most eszembe, hogy vajon, és ti ezt sokkal jobban meg tudjátok mondani, hogy vajon egy Szolnoki Olajnál, egy Falkónál volt-e hasonló, ilyen hosszú ideig eltartó hullámvölgy a magyar kosárlabdában az utóbbi időben? Hát, mert hogy itt most már az Albánál megy a hullámvölgybe föl le a sztori, és... Hát nem tudom, mert ha Tisza Ligetben volt ilyen például. Volt egyébként szerintem, igen, tehát most, hogyha nagyon nagy történelmi távlatokat nézünk, a Szolnoknak is voltak olyan évei, bár már régen, amikor még csak élcsapatnak sem számított. Mondjuk egy 90-es évek elején nyerték a bajnokságot, és utána volt egy... Hát nem, hát ez de hogyha az Alba történetét nézzük, az Alba Komp, Alba Fehérvár, most már ugye több mint 20 éve, 25 éve a magyar kosárlabda meghatározó ereje. Annak idején, amikor Mináróvics János itt szerepet vállalt, és lett egy magyar szinten erős, gazdag és tényleg nagyon bajnokesélyes csapat, akkor sem sikerült elsőre, talán a harmadik, negyedik évben jött össze a bajnoki cím. Nyertünk hármat zsinórban, utoljára 2000-ben, és következett 11 év, amikor az Alba semmit nem nyert magyar szinten. Pedig a mostaninál sokkal jelentősebben volt gazdasági erő, szakmai erő, egyszerűen nem jöttek össze. Ott is volt, amikor a szurkolók nagyon elégedetlenek voltak, ott is volt, amikor méltatlan szereplésről beszéltek, bronzérmeket gyűjtött a csapat, de nem nyert sem kupát, sem bajnokságot, amire ma már azt mondjuk, hogy hát ez a mércé a sikernek. Tehát előfordul ilyen. A mostani mezőnyben tényleg olyan szinten megjósolhatatlanok a dolgok, hogy ahogy Laci is mondta, hogy a Falkó kiemelkedő állománya az egy magyar válogatott megtűzdelve jó légiósokkal, de mögöttük hihetetlenül tömör. És valószínűleg az is ennek az edzőváltásnak a mozgatórugója, és hogyha megnézzük, hogy hány csapatnál volt már, vagy merül fel reálisan edzőváltás, akkor egészen elképesztő az idei bajnokság. Négy csapat már váltott, nem? Hát Szegedről elment az edző önként, ugye Zunic felmondott Sopronban, Pakson most lecserélték, itt van az Alba, és az Alegerszeg permanens vereségsorozatban van, nem nyert még otthon meccset, szerintem ott is tök reális. Tehát lassan a Debrecen is cserélt edzőt, így van. Tehát a mezőny felénél tartunk, és hogyha mondjuk a Falkot, Szolnokot kivesszük, akkor ugye 10 csapatról beszélünk, mondjuk 10 csapatból 6-nál már reálisan felmerült, vagy megtörtént az edzőváltás. Ez azt mutatja, nem azt mutatja, hogy mindenhol nagyon rossz a csapat, és mindenhol rossz Kecskemét döntéseket is hozták. Kecskeméten ott más történt, mert ott ugye előre léptették a vezetőedzőt, ott egyébként kiválóan szerepelnek. Hanem hogy tényleg mindenkor azt tapasztalják, hogy annyira kicsi különbségek döntenek, hogy az a kis összhang, az a kis, amit a Laci nem szeret, ha fogalom, kémia, ha megvan, akkor azzal nagyon sokra lehet jutni. Nem feltétlenül a játékerőben, hanem abban, hogy tényleg legyen egységes a koncepció, és valószínűleg tényleg ez hibázott egyébként Mihevcnél. Meg amit mi nem tudhatunk, mert ilyenkor azért mindig utólag kiderül, hogy most elvesztette az öltözőt a csapat, vagy az edző, mennyire bíznak benne a vezetők részéről. Ugye az is egy külön érdekes dolog. Itt volt múlt héten csütörtökön adásban Balázs Imre, akkor még pont nem jelentették be az edzőváltást, de már azért kulisszák mögött elárulta, hogy dolgoznak rajta. De hogy például ezt ő jelentette be, nem Simon Balázs, aki a klub ügyvezetője, amiből akár még azt az üzenetet is vehetjük, hogy itt a vezetőség is esetleg megosztott volt ebben a kérdésben. Tehát tényleg nagyon sok komponense van ennek. Hát, hogy milyen eredménye lesz, majd mindjárt beszéljünk akkor egy kicsit az új edzőről. Zunicsot nem lehet egyébként valahogy visszaédesgetni, vagy visszahívni, vagy nem is kell? Nem, de én csak még erre akartam így reagálni, hogy én azt gondolom, hogy azért helyes döntés a váltás, mert nem arról volt szó, tehát hogy oké, hogy baromi tömör a mezőny, és ezt néhány héttel ezelőtt Simon Balázs mondta el ebben a stúdióban szintén, vagy támasztotta alá az ebbéli véleményemet. Nem csak az a baj, hogy az Alba mondjuk
egyszer kikap egy szoros meccse, neki ki meccse, utána nyer, mert akkor azt mondod, hogy tényleg ez egy ilyen bajnokság, ennek a meccsnek ilyen a képe, annak a meccsnek olyan a képe, meg kell találni tényleg, hogy tudsz nyerni, hogy tudod ezeket a helyzeteket tényleg pontra váltani, meg győzelemre. Itt én azt gondolom, hogy pont az volt a baj, hogy látszódott, hogy mi a probléma. Hogy van egy mondjuk tehát nagy átlagot, hogyha nézzünk ebből a 10 meccsből, mindig volt egy jó első félidőd, vagy rendszeresen volt egy jó első félidőd, még a harmadik negyed vége felé, negyedik negyedben is volt akár nagyobb előnyöd, reális esélyed a győzelemre, és nem tudtad megnyerni ezeket a mérkőzéseket. Tehát tudtad, hogy mi a probléma, és erre nem született egy megoldás. Mert egy ilyen helyzetben mindig az a legfontosabb, hogy akkor keressük meg, mi a probléma. Azért tök jó dolog, ha megvan a probléma, mert akkor tudod rá nagyjából, hogy mi a megoldás. Én ezt láttam itt, hogy tudjuk, mi a probléma, de nem tudja az edző megoldani ezt a feladatot, hogy ebből a problémából kijöjjön a csapat. Visszautalnék arra is, lehet, hogy a mai adásban nem először, vagy nem utoljára fogom tenni, amit Sallu István mondott itt, amikor ugye két hete bent volt, és a Vidi keretéről beszéltünk, hogy a nyerő játékosok hiányoznak. Azok, akik egy adott éles szituációban a különbséget jelentik. Kosárlabdában ez nyilván még élesebb, mert tényleg sokkal intenzívebb játék, sokkal több pont esik, tehát tényleg egyetlen dobás eldönthet valamit, vagy egy hiba. És ilyenkor tényleg az merül fel ezekben a helyzetekben, amiket te mondasz, hogyha egy csapat rendre bukik éles végjátékban, akkor valóban vagy az edző nem tudja hozzátenni azt a plusz, azt a húzást, azt a váratlant, ami ahhoz kell, hogy ez felénk billenjen, vagy felmerül a kérdés persze abban is, hogy a játékos állomány ilyen tekintetben mennyire nyerő, és mennyire van olyan vezéregyéniség, aki azt a különbséget jelentheti. Hát nyilván mindenhol az edzőt könnyebb lecserélni, és most abban kell reménykedni, hogy egy új, egyébként hihetetlenül impulzív és fiatal, de nagyon intenzív edző megadja ezt a lökést a csapatnak. Azért papíron elég rendesen van átütő erő az albai vezéregyéniségében, Vojvodában. Más jó, kérdés, ugye, hogy mi a gyakorlat. Oké, csak mindig mindenki vojvodázik. Hát tehát, most hogy, de azért a... Hát miért messzizünk, miért ronaldozunk? Jó, mondjuk, de... De hogy... Mégis csak. Igen, csak nekik kell eldönteni. Persze. De azért Vojvoda sem lesz már fiatalabb, neki is voltak azért sérülései, problémái. Azért... Ki, ha nem ő? Oké. Okay. Itt tulajdonképpen a Debrecen és a Falco meccs kivételében úgy gondolom, játékos állomány ereje tekintetében mindegyik bajnokit megnyerhette volna az Alba, még azt a Szolnokot is, akik két nemzetközi kupameccs között jöttek, és 21 pont volt közt a meccs derekán. Tehát úgy gondoltam, az is egy nyert meccs volt. Itt történt mindig egy leolvadás, amire az edző nem tudott megfelelő válaszokat adni, és korábban is úgy éreztem, utolsó két... Ha kellett volna egy ukrán légiós. Az utolsó két győzelem kapcsán is csak ilyen időnyerésnek éreztem, hogy kis szusznalásnyi szünet, és aztán jött ez a Kaposvár elleni meccs, amit tényleg ott éreztem azt, hogy itt valószínűleg változás történik. Előzőleg is felmerült már a elnökségi tagokban hetekkel korábban, nem volt ultimátum, egyszerűen csak szóltak, hogy el kell kezdeni nyerni, akkor a csapat nyert kettőt, és aztán jött ez a vereség. Tehát a tabella aljáról szemlélve ezt a bajnokságot tényleg szörnyű. Tehát, edző és edzői stáb kérdése is. Szerintem az általad említett meccseken kívül számomra a ilyen problémásabb az a pécsi vereség volt, azért, nem azért, mert kikaptunk, hanem mert ugye 25 ponttal vezettünk, vagy 26-tal, fél időben is még 23-mal, és elkezdődött a második félidő, és egy kosárlabda edző, aki egyébként nem dolgozik most magyar férfi csapatnál, így rám írt chatben ott a második félidő elején, amikor elkezdte a Pécs lefaragni a hátrányát, de még nem volt annyira tragikus a helyzet, hogy ki fog kapni az Alba, mert a Pécs a második félidőben ugye extra ötös tud felküldeni, mert akkor már nem köti a fiatal szabály, van két magyar szinten extra légiósa, és darálnak mennek, és nagyon jók a második félidőben, és az Alba erre nem volt felkészülve. És utána beszéltem vele, és mondta, hogy nyilván nem úgy, hogy most beleszólva a szakmai dolgokba, hogy egy ilyen szituációban van 25 pont előnyöd, akkor úgy kell játszani, lassítani, széthúzni, támadóidővel játszani, nem lehet 26 pont előnyről, de ha egy csapat nincs arra felkészítve, hogy a második félidőben az ellenfél egészen más szintet fog képviselni, mint az elsőben, és elhiszi magáról az öltözőben, hogy megnyerte a meccset, az igenis edzői hiba, a felkészítés hibája, a szakmai munka hibája, és itt persze felmerül, hogy ebben a szakmai stábban például senki nincs, vagy nem volt, aki a magyar mezőnyt úgy igazán alaposan ismerné. Itt spanyol edzők voltak, ugye segédedzőként,
és egy 0 kilométeres magyar tapasztalattal rendelkező szlovén vezetőedző, tehát hogy itt valakinek azért ezt tudnia kellett volna, hogy másik Pécs lesz a szünet után a pályán, máshogy kell ellenük játszani, és máshogy kell megvédeni azt a 25 pont előnyt, ami van. És erre mondom, hogy én most örülök, hogy egy olyan edző jött, ugye Matthias Zollner, aki már dolgozott Magyarországon, talán ilyen hibát nem fog elkövetni. Aki ráadásul az Mike Krzyzewski volt nyilvánvalóan. Igen, úgyhogy kíváncsi várom egyébként, mert hát egészen fiatal, 40 éves edző, de már komoly szakmai múlttal. Körmendi időszakában kifejezetten jó munkát végzett, szerintem az egy jó körmend volt. Az más kérdés, hogy nem egy könnyű ember, ahogy hallani. Úgyhogy lehet, hogy ilyen szempontból is hoz egy jó nagy edző egyéniségek általában nem könnyű egyéniségek. Igen. Hát neki ugye az sem egyszerű persze Körmenden, tehát ha van még bonyolultabb dolog a fehérvári edzősködésnek, akkor a Körmendi véletlenül sokkal inkább, mert ott aztán tényleg olyan nyomás van sok felől, város, szurkolók, tradíciók minden irányból, hogy annak sem könnyű megfelelni. És ahogy emlékszem, azért Zollernek is voltak érdekes momentumai itt a magyar bajnokságban, de szerintem ő most jót tud tenni. Most van mennyi másfél hete van? Hát nehéz kérdés, mert 3 hét volt a bajnoki szerep, most viszonylag hamar kinevezték, de hát ugye a csapat egyik fele a magyar válogatottban van, Laksa lett válogatottnál van, vannak sérültek, tehát igazából teljes csapattal majd talán egy hetet tud dolgozni. Viszont 5 meccse lesz decemberben, illetve 5 majd januárban is az Albának, nagyon sűrű lesz a program, és hát azok a meccsek, ahol valahogy be kéne pótolni az ostoba módon elveszített pontokat. Hát, annyira nem terveztem, hogy beszélünk a női kézilabdáról is, de egy kanyarintás elé megéri kitekinteni oda, mert ott ugye gyakorlatilag egy égisz alatt, egy logó alatt működik egy elnökkel, a klub sok szempontból, ugye közös akciókkal és a többi, és hogy gyakorlatilag hasonló a probléma ott is, hogy a mérkőzések 40-50. Perce magasságában elpukkan a igen, ami elpukkan. Nem tudom, hogy elárulhatom ezt a kulisszatitkot. Na, nem hogy? Akkor majd kivágjuk. Hogy a legutóbbi Alba meccs hajrájában szanaszét törted a mappádat, amikor... Azt már kivágtuk, a megfelelő helyről azt már kivágtuk. Amikor, a verbális aláfestéssel. Amikor megingott az Alba Fehérvár KC. Hát amikor eldőlt, hogy azt a meccset igen. Nem nyerjük. Igen. A mappád fele lehullott a tribűnre gyakorlatilag. Igen. Eltől. Hát igen, dühös voltam. Nem ez jó, ilyen egy jó szenvedélyes riport. Igen. Nem mondhatjuk, hogy csak a munkáról szól és hideg fejjel. Igen, és benne kell lenni is. Igen, ez a Budaörs elleni 30-30, amit ugye plusz 6-ról így van. Sikerült elveszíteni egy pontot, és nem sokon múlt. Hát, ha végén még örülhet. Igen, a végén picit élesebb a Budaörs, és nem kezdett 13 másodpercre úgy támadni, mintha a játékrész közepén lennénk, és még passzolgatnak, akkor még ott komoly baj is lehetett volna. De ugye Érden is ez volt előtte, Siófokon, Magyar Kupában is ez volt, a szünetbe vezettünk, 40. percben elpukkantunk, Dunaújváros Dettó szintén volt esély a győzelemre, tehát ott is ilyen hasonló. Ez egy nagyon jó annak elméleti... pedig ugye Csernus doktor most már foglalkozik a csapattal. Igen, és ez egy nagyon jó elméleti kérdés. Hát ha itt töröd a mappákat, előbb-utóbb vele. Szerintem ez azt mutatja, hogy már foglalkozott. Átvette a módszert. Csernus, tudod, Csernus az úgy foglalkozik. Csak papírlapot hoztam, ez maximum szakad. Behívja Csernus a Triscsukot, és azt mondja, hogy elvesztettétek a pontot. Igen, ne tegyétek! Ez lesz a módszer. Ne csináld! De egyébként egyszer majd talán lesz itt olyan csapatjátékos vendégünk, akitől ezt megkérdezhetjük, hogy ilyenkor egy sportoló hogy érző, tényleg ez mennyire az edző múlik, mit kell ahhoz támogatást kapni, akár szakmai, akár lelkit, hogy mondjuk ilyen meccseken tényleg ne ezek a dolgok történjenek. A mikrofonot nézem, kicsit igazíts meg, hogy... Én vagyok? Igen, hogy jó. Behagyjuk, funkcionál, csak nem nézel ki. Itt vagyok, ezredes úr, itt vagyok. Jó? Nagyon jó. Szóval, hogy majd lesz olyan játékos, aki elmondja, hogy... Nem tudom, mert neked van sportolói múltad, de egyéni hogy... sportágban, igen, ott nagyon magára van hagyva az ember nyilván az adott versenyszituációban. Amikor van 4, 5 vagy 10 csapattársad a pályán, meg egy edzői stábod, meg mögötted nem tudom hány perc, és akkor jön egy ilyen szituáció,
egy kézilabda csapat, mondjuk amikor az utolsó támadást vezeti, vagy ki kell védekeznie, vagy vezet két góllal a vége előtt egy perccel, akkor mi megy a fejekben, és mi múlik az, hogy abból győzelem lesz, magabiztos, vagy ilyen jaj Istenem, most akkor nyerünk-e, vagy kikapunk. Nem könnyű ezt kívülről átlátni, és ezért nehéz edzőváltásról is beszélni. Hát az az igazság, hogy ebben a meccsben szerintem vastagon benne volt, hogy itt az Alba betlizni fog a végén, mert ugye ezt ne felejtsük el, hogy Gerhard Kincs az üres kapura vezette rá a labdát, és addig pattogtatta. Igen, csak ugye ott az a probléma, hogy a vaxos kézilabdát nem pattogtatott. Úristen, hogy... tényleg. Én kézilabdáztam mondok idén Laci bácsival együtt, legendás meccseket vívtunk a Teleki válogatottjával, de akkor itt tényleg az volt, hogy bitumen, és hogy a labda az pattan. Tettél rá vaxot, hogy egy kicsit ne csúszson ki a kezedből, és tényleg így megnéztem egyszer, így lementem valami kézimeccs után, és megnéztem, hogy hát hihetett. Eleve nem esik ki a labda az ember kezéből, akkor sem nagyon rázza, és ha igen, akkor meg lemarad a padlón. Menj le meccs után, egy nyári felkészülési mérkőzés után menj le a interjút csinálni strandpapucsban a pályára, ott marad a strandpapucs. Tehát erre igen. Mondják azt, hogy ezek a multifunkcionális arénákban kézi után nem tudsz kosarat rendezni, mert esélytelen bármilyen más. Hát teljes parkettát se betolják a következő hát parkettát. Annak idején Kolozsváron voltunk ugye együtt, régi szép időkben, még nemzetközi kupában. Legendás. Ott röplabdát rendeztek hamarabb, meg kosárlabdát rendeztek előtt, és utána röplabdát. A vaxos kézilabda pályán. Visszatérve még kicsit visszakanyarodva a kosárlabdához, hogy az utolsó pillanatokban meccset nyerni az a legnehezebb egyébként, ott van az igazi edzői érzék, hogy ott megtalad azt a megoldást. És megnéztem, Gaspar Potocnik minden meccsét megnyerte idén végjátékban, az összeset. Szolnok edzője. Igen. Tehát vissza kicsit áteveztem a kosárlabdára, de mondom, elképesztő érzéke lehet annak az embernek, hogy tudja azt az utolsó húzást, kit küldök becsereként, mit rajzolok fel a mágnes táblára, és meg tudja elvalósítani a játékosom. És ez az a plusz, mert az lehetett volna az az 5 vagy az a 6 meccs, lehetett volna vesztes meccs, de nyertes meccs lett. Hát is. És van olyan játékosa ezek szerint, aki megvalósítja. Tényleg nagyon izgalmas dolgok. Mondjuk ebből jön ki aztán egy ilyen kiszámíthatatlan bajnokság, amiben az oroszlány meg a Kecskemét teljesít jól, és az Alba meg a nemzetközi kupás Szeged edzőt cserél, és kapaszkodik a mezőny után. Úgyhogy lehet itt még bármi, hát majd kíváncsian várjuk. De hát ugye picit árnyaljuk a képet az Alba-Fehérvár KC esetében, ha már vezetőedző a téma, ugye Boris Dvorsek, a csapat vezetőedzője nem tudott ott lenni a mérkőzésen, mert ugye a utóbbi időszak egyetlen győzelmébe belesérült szegény, úgyhogy Józsa, az utolsó, így van, de azért nem volt túl sok, azt mondhatjuk. Nem, hát... Hosszú veretlenségi sorozat volt, három meccs. És ugye Józsa Krisztián irányította. De Érden, ugyanúgy, tehát én ezt nem húznám el a Krisztiára, mert Érden... Én sem, csak Érden, mondom. Boris Dvorsek dirigált, amikor tényleg kezünkben volt az a mérkőzés is, és nem, tehát hogy MTK ellen szintén. Siófok, abban is egyértelműen benne volt a győzelem. Igen, olyan meccsekről beszélünk, amit tulajdonképpen ugyanúgy... Eldőlhetett a mi javunkra is. Most hétvégén is, 7 perccel a végül, plusz 3 ide, azért oké, 7 perc az 7 gól ugye a kézilabdában alapgondolat szerint, tehát nem egy lefutott szituáció, de én nem gondoltam volna, hogy kell a végén izgulni, nem a pontért, hanem azért mondjuk nyerünk, és itt a végén még a pontért is kellett. Ha gondoljátok a kosártémát lezárva, csak annyit, és akkor válaszolnék Krisztiánnak is a felvetésére, hogy valóban azért az nagyon kínos, hogy most már évek óta olyan korszaka van az Albának, amikor ha bejutunk a rájátszásba, akkor már tulajdonképpen elégedettek vagyunk. És az egész ugye akkor kezdődött egy bajnoki cím, akár Frádét is mondhatnám, akit te említettél, aki a bajnoki címünk után érkezett, de vele azért még a nemzetközi kupában is voltak jó meccsek. De ott történt meg először, hogy a playoffban nem, utána történt meg, hogy be se jutottunk a playoffba, ugye amikor Székely Norbert vette át szezon közben a csapatot, utána volt spanyol edzőnk, akivel szintén nem, de maradhatott mégis tovább, és akkor utána küldték el szezon közben, amikor megint nem ment, jött egy izraeli edző, félbeszakadt a bajnokság, és gyakorlatilag az, hogy tavaly ott voltunk és játszhattunk a négy közé kerülésért egy kiélezett párharcot a Debrecennel, ez már olyan volt, mint amikor a bajnoki címet ünnepeltünk, nyilván nem olyan, de hogy azt mondtuk, hogy elhittük, hogy akár lehet is belőle valami. És azért ez most már hosszú évekre visszamenőleg kellemetlen sorozat, ezért is
nyilván nem ígér jót, hogy most itt az alapszakasz feléhez közeledve megint ez a kérdés, hogy egyáltalán oda kerülünk-e abba a pozícióba. És ami az Albát illeti, mármint a női kézéseket, bocsánat, tényleg egy mondat, hogy ez itt volt a Kisvárd elleni hazai meccs, ami szerintem teljesen parádés volt, és azt gondolta az ember, hogy megjön az önbizalom. Mert ugye azt hiszem talán egy jókora szünet, és közvetlenül az érd utáni vereség ellen volt. Tehát ott azt gondolta az ember, hogy összeszedték magukat, megjön a stabilitás, és akkor megindulunk, és néhány hétre rá jön egy ilyen hát betli, mert azért a Budaörsöt azért... Azért, hogy ebben a csapatban megvan jelen pillanatban az, hogy tényleg Győr Ferencváros leszámít, ha bárkit meg tud verni, bárkit ő ki is tud kapni. Igen. És egyelőre... Lásd MTK idegenben, majdnem sikerült. Meg. Igen, de az MTK is egy erős csapat. Tehát, hogy azért, és X-et, azért... és ott azt megnyerhették volna egyébként. Azt is így van. De hát figyelj, a Siófokok edzőt váltott, meg ott egy nagyon komoly anyagi háttér, meg keret van, de ott mindig valami másfél évente félrecsúszik, ott is a Magyar Kupában reális esély igen. volt, hogy tovább jutunk. De 20 percünk jó. sincs már hátra a műsorból, és akkor tényleg focizunk. A mai különösen. Én csak a sikerek. Na, végre kirúgták Szúcsát. Hát, másik kedvenc csapatunknak, akire sokat beszélünk. Egy jogot tényleg, én azt ugye gondolom, éles váltással eljutunk a Szigetország északi részére. Igen, tehát egy Szulsár azt gondolom, hogy ezzel együtt klublegenda marad, meg hát nagyon-nagyon sokan szerették, és hát szeretik a mai napig ebből a csapatból, főleg itt a megnyilvánulások, akár Ronaldo, akár Maguire, akár a többiek. Ki lesz az utód? Ugye ez a nagy kérdés, mert az adást illetően felsoroltam, hogy bedobták már Steve Bruce nevét, mint ideiglenes edző, Lopetegi nevét, Laurent Blanc nevét, ők úgy kerültek képbe, hogy majd a szezon végéig, hogy esetleg majd jön Pochettino, vagy Zidane, vagy Brendan Rodgers. Hát. Na, kérem a tippeket. Egyáltalán ott tényleg mennyire... Az a nehéz, volt szükség arra, hogy most edzőt váltsál. Ott tulajdonképpen garantált a bukásod, ugyanis a Alex Ferguson óta történt egy tulajdonosváltás, és történt egy teljes szemléletváltás annál az egyesületnél. És az amerikai tulajdonoskönyvben nem érdekelt, hogy negyedik vagy hatodik a klub, nemzetközi porondon kim van, a számok jók, de most már ugye a hetedik, nyolcadik hely azért az már az ő tűrés küszöbüket is megérintette. Egy nagyon nehéz helyzet, mert aki jött utána, az mindenki. David Moyes zseniálisan szerepelt előzőleg az Evertonnal, azóta is nagyon jól dolgozik. Volt... Na most a West Ham-et viszi éppen a egy Mourinho igazából nyert egy Liga kupát, de tulajdonképpen értékelhetetlen volt. Egy Európa Ligát is. A szakmai munkáját tulajdonképpen nem tudtad értékelni. Nagyon sok játékos jön, megy, ilyen indokolatlan nagy bevásárlások, Marcial 80 millió euró, de mondhatnám a folytatásban neveket. Ott igazából ott a struktúra csúszott el valahol, és emiatt nagyon nehéz. És nyilvánvalóan egy csodálatos klub, de valami nem kerek. Tehát elfajzottnak tűnt a tegnapi gondolat egyébként, hogy visszatér Pochettino, és Zidane elvállalja a Saint-Germain-t. Itt már nyáron szó volt arról, hogy a hülyeségnek gondoltam, de lehet, hogy mégis benne valami, mert a második ilyen jellegű hír jelenik meg, hogy Pochettino nem érzi jól magát a Saint-Germain-nél, a tulajdonos sem különösebben elégedett a teljesítménnyel. Ez a váltás lehet, hogyha az Zidane-nél valóban döntési helyzetben van, és azt mondja, már pedig azért van a Dárdai párt annak idén hívta angol csapat, és azt mondta Neverni, hogy nem megyünk sehova, mindig esik az eső. Nem tudom, az Zidane-nek mennyire erős. Az érdekérvényesítő képesség, hogy apukám, maradunk, mert a gyerekek itt fociznak, meg jó vagyunk itt, szeretjük. De csak hasonlítsd össze Párizst, ami tényleg igen. Európa egyik legszebb városa, és Manchestert, ami hát egy ipari, ipari város. Mondjuk Zidane anyagi szorításban valószínűleg nincs, hogy neki minden áron munkát kell vállalnia, de... Itt ebben szerintem az az érdekes, és ezt is tárgyaltuk meg korábban, amiket te mondtál neveket, hogy kik jönnek szóba, és utána Laci mondja ugye Moyst, aki Ferguson közvetlen utódja volt, kisebb csapatoknál jó eredményei vannak, most éppen a West Ham-el is hasít, hogy a Manchester Unitednál és a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában versenyképes állománnyal dolgozni, az egészen más kávéház. Más nyomás, más elvárás, mentálisan mindenképpen, de szakmailag is. És hát nem nagyon mondtál olyan, hogy Zidane valóban az egyetlen talán ezek közül, aki ugye komoly eredményt mutathat fel, hiszen azért háromszor megnyerni a BL-t egy Real Madriddal. De az a Real Madrid és Zidane az egy annyira speciális, különleges együttállás,
hogy ő neki ott, ő ott szent, ő rá ő felnéztek. Ő nyilván, hogy az egész öltözőt kézbe tudta tartani, mert ő volt a Zidane, aki a klub ikonja. Hogy ő edzőként alkalmas-e rá, hogy egy Manchester United-ot felvirágoztasson, hogy visszavigyen oda, ahol a helye van, azt nem tudom, de az összes többi, akit mondtál... Még egyébként, hogy ott van Ten Hag is, az Ajax edzőjét kifelejtettem, még őt is mondják. Igen, az megint egy másik szempontból érdekes történet, de az összes edző, akit mondtál, ők gyakorlatilag egy bizonyos nemzetközi szinten mutattak már valamit, vagy voltak szövetségi kapitányok, vagy dolgoztak jó nevű egyesületnél, de Premier League élcsapatot csinálni, nyerni nemzetközi szinten. Brendan Rodgers-et mondod, aki állítólag reális alternatíva. Rodgers is láttuk, hogy nagyon jól dolgozott más kluboknál, Skóciában nagyon jól dolgozott a Leicester-el is az előző szezonokban, de Liverpoolban megbukott. Hát volt egy ezüstérme, azért az nem volt egy rossz helyezés, csak ott elválták akkor már az aranyérmeket. Hát, és aztán... De erről beszélek, Laci, az elvárás egy Manchester Unitednél nem az, hogy legyen egy ezüstérmed. Nem. Főleg nem a városi rivális. Most itt a középmezőnből kell visszajönni, még Louis van Gaalt is kifelejtettem, aki nem nagyon szokott megbukni, de értékelhetetlen volt tulajdonképpen az a manchesteri időszak. Azért nehéz ügy ez, mert egy Zinedine Zidane-nak van meg az a karaktere, csak azt nem tudni, hogy mit akar az asszony, és mit akar ő. Tehát ő bemegy egy öltözőbe, bárhol, és akkor szembe ül a Neymar, és azt mondja, hogy te mit nyertél? Tehát hát igazából tulajdonképpen egy olimpiát, jó, söpörjük le, vagy oda megy egy Messihez, hogy nyertél a Dél-Amerika kupát, nyertél nagyon sok minden egyén, nyertél VB-t, EB-t, nem nyertél. Tehát ez az a dolog, ami az Zidane-nak megvan a karakterében, és korábban én nem tudtam eldönteni, hogy jó edző vagy rossz, és amikor nyert Ginóba 3 BL-t, úgy gondoltam, hogy plusz megvan az a kiállása. Még rá meg emlékeznek ezek a labdarúgók is. Tátott szájjal nézték, tehát azt a plusz tudja hozni, csak az a kérdés, hogy ő illeszkedik-e abban a rendszerbe, illetőleg, hogy valóban el akarja vállalni. De hát az az igazság egyébként, hogy azért a Solskjaer se egy nyeretlen 2 éves volt, tehát azért 99-ben ő volt az egyik, aki megfordította a BL döntőt. Most pont pörgettem a fejemben azokat a neveket, hogy ki az, aki mondjuk a Manchesternél jelen pillanatban klubikon, és edzősködik. Wayne Rooney. Henningberg. Aki itt volt a vidénél. De Wayne Rooney jelen pillanatban, aztán most éppen mínusz 13 ponttal áll a Derby County-val, mert gyakorlatilag mindennél levonnak arról tőlük. Arról nem ő tehet szegény. Igen, persze, de hogy... De nem egy hivalkodó szereplés. Igen. De ugye visszatérve még egy gondolat erejéig ugye Zidane-hoz, azért tartom valószínűbbnek egyébként a párizsi szerepvállalást, az asszony és Párizs közelsége, meg az, hogy ugye Bappét állítólag azzal próbálják marasztalni, hogy Zidane lesz az edző. És mióta ez megy ez a hír, hogy Zidane esetleg Párizsba, Pochettino pedig megy, azóta nem is nagyon jönnek a hírek, hogy most akkor Bappé éppen aláírta már a Real Madridhoz, vagy nem. Nyilván ezt majd csak télen teheti meg a szabályok szerint. De hogy ez tűnik egy egész logikus forgatókönyvnek, hogy az egyébként nem fantasztikusan muzsikáló Paris Saint-Germain-től elküldik Pochettinót, és hozzák a helyére Zidane-t, és akkor az argentin mehet Manchesterbe. De egyszer majd meghívunk az adásba egy angol újságírót, és akkor elmesél, hogy ezek a hírek hogy keletkeznek, és mennyire érdemes hitelt adni annak, amikor valaki bedob egy ilyet, a másik három ráugrik, és utána hirtelen már 100 helyről olvasta, és azt hiszed, hogy ezt mindenki maga találta ki, közben lehet, hogy egy pletykának a felerősödése. Én nem tudom, egyébként Pochettinót is azok közé sorolom, akit az előbb mondtam. Tehát neki a Tottenhamben kétségkívül voltak jó szezonjai és látványos felívelése. Egy bajnokok ligája döntő ugye a legnagyobb. Angliában nem nyert semmit. És nem, azért a párizsi kabát is kicsit nagynak tűnik rá, ha már a sztárok kezeléséről beszélünk. De az pokoli nehéz egy olyan csapatot, ahol van egy Neymarod, aki... Igen. Egy óriási futballista, de hát azért a viselkedés és nem, egyéb dolgok nem teszik annyira szimpatikussá. Van egy Messi, aki a világ egyik legjobb futballistája, de azért óriási az ego. És szintén azért róla is jönnek olyan hírek, hogy nem feltétlenül azért kedvesebb, szimpatikusabb ember. Ott van Bappé, aki meg egy ösztönös zseni, és egyébként szerintem egyelőre a legkevésbé megosztóbb
világsztárja a mai futballnak. Emellett van még egy hát nagyon jó házassági szerződéseket kötő Mauro Icardit, van egy Angel Di Mariát, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen támadó sorra, és ki fog védekezni. Hát igen, és akkor arról nem beszéltünk még, hogy ott van a Keylor Navas Donnarumma, nevezzük így vita, civakodás, hogy most akkor kivédjen többet, Donnarumma folyamatosan duzzog, hogy nem ezért jött. Pochettino lelkesen menekülne Manchesterbe egy ilyen projektbe, nem? Hogy visszavezetni a United-et az őt megillető helyre. Hát az igazság egyébként, hogy de javítsatok ki, hogyha tévedek, de azért az egyik legstabilabb pozícióban lévő edző, akinek még megy is a szekér, és ez többek között azért van, mert nagyon kötődik ahhoz a klubhoz nagyon régóta, az Diego Simeone. Hát, és ebből a szempontból biztos, hogy nagyon fontos lenne az, hogy egy klubhoz kötődő ember irányítsa a csapatot. Akkor Henningberg? Hát igen, ő majd nem fog cserélni. Mint annak idején itt a vidibe tett. Akkor viszont lehet Rossi, hiszen ővel is pletykálják ugye állandóan a magyar válogatott kapitányával, hogy micsoda ajánlatai vannak, és ő Berget ugye legyőzte a bajnoki döntőben. Ez azért nehéz ügy, egy Paris Saint-Germain, mert ott most már egyértelmű elvárás a bajnokok ligája megnyerése. Tehát mondtuk a neveket, ott van a közepén egy Ferrati, ma nem nagyon játszik egy Kurzava, az a Gueye, zseniális futballista. És az a nehéz ebben, hogy ott már a tulajdonos kimondta azt, hogy itt most már nincs, mert sem meg kell nyerni, és ez egy óriási nyomás, mert nem beszéltünk egy Bayern Münchenről, ami az egy teljesen más felépítettségű klub, és ők se tudnak mindig BL-t nyerni, de sorolhatnánk a neveket. Nagyon jó példa volt is, és szerintem egy zseniális mondat, a Ruud Gullit, aki 84-ben megvettük őket ugyan Rotterdamban, de olyan szinten futballozott, én gyerekfeje 16 évesen nem hittem, egy labdarúgó így tud játszani, és aztán nyert elég sok mindent. Miután befejezte a pályafutását, a Chelsea-nél lett edző, nyert egy keket, majd utána ott nem úgy alakultak az eredmények, és leigazolta az a Newcastle, aki a soros nagy csapat lesz, hogyha a lehetőségek már megvannak a szaudiak részéről, de a kérdés az, hogy a szakmainkat hozzá tudják-e tenni. És kérdezték Ruud Gullittól, hogy pénz akkor volt, hogy mikor nyerünk BL-t. És akkor azt mondta, hogy semmikor. És néztek rá a vezetők, és miért? Mert nincs benne a falakban. Tehát itt az a kérdés, hogy a Paris Saint-Germainnél megvan a pénz, megvan sok minden, de hogy benne van a falakban az, hogy ez a csapat BL-t nyerjen, és a következő edzőnek ezzel kell szembesülnie, hogy mondják, hogy ki van a csatásorban, és oldjad meg. És nagyon nehéz, mert azzal együtt sem biztos, hogy sikerül. Hát főleg tényleg amilyen harcon egy bajnokok ligájá. Hát már ha valaki akkor Zidane tud BL-t nyerni, tehát ilyen szempontból oké a dolog, menjen oda és mutassa meg, hogy nem csak a Real Madrid-dal és Ronaldo-val tud. De Madridban benne van a falakban, tényleg Párizsban még ez nincs, és lehet, hogy az egész káprázatos szezont futsz, és tényleg van 3 darab 20 gólos támadód, vagy 30, de ott aznap este, és ez a varázsa az egésznek, hogy aznap este egy bajnokok ligájában neked tudnod kell bajnokok ligáját nyerni. Én azt gondolom, hogy és ez Párizsban szerintem nincs meg. Még mindig Messi az egyik legzseniálisabb futballista, Neymar is ragyogó, Mbappé is, de egy Bayern München vagy egy Liverpool azt a Paris Saint-Germaint, amelyik úgy védekezik, hogy 3 világsztár van elől, az kicsontozza. Tehát itt nincs esély. Azzal a pressinggel, azzal a csapatmunkával, azzal az összehangolt és hosszú idő alatt felépített filozófiára épülő futballal, amivel ezek a klubok rendelkeznek, azzal szemben nem biztos, hogy elég, hogy egyébként egyénileg tied a 3 korona gyémánt, mert itt csapatok, itt stratégiák találkoznak, ezeknek a kluboknak baromi jó edzőjük van, elképesztő jó játékosaik vannak, és szerintem sokkal egységesebbek. Tehát nem azzal fog nyerni a Paris Saint-Germain BL-t, hogy még akkor most vesz még egy 5., 8., 10. világklasszi szerintem, ha nem tudja új rendszerbe illeszteni. Hát ez egészen biztos. Én most tényleg majdnem minden kérdést meg tudtam volna válaszolni. Azt hiszem, a női kézisekhez még nem értem végre Carlo Ancelotti könyvének az életem, nem a Stanley Matthews. Nem, Ancelottinak melyik ez a szakkönyv? Most pont azt olvasom, és még csak a második fejezetnél tartok. És jó? Nem egy jó könyv. Egyébként nem jó, nem annyira jó könyv. Akkor még nem tudod elvállalni a Real Madrid kispadját. Én most még nem tudok beugrani az Old Traffordra. Kicsit hasonlít Ancelottira pedig. Kicsit a hajadat ja, őszítjük. Mondjuk ezzel a hajjal Ancelott is. Neki még nincs. Én meg leülök akkor mögéd Manchesterben a padra, mint Mike Phelan. Na. Mert ő meg kopasz. Annyi, hogy Vancouverben nincs még
gyakorlatilag lakása fönt a felhőkarcoló tetején. De mit akkor? Igen, tehát olvasod Ancelotti könyvét? Igen, vagy csak ezt a villogni akartál, hogy olvasod? Vagy? Igen, hogy tudok olvasni. De hogy jön ez most ide? Nem, hogy nem tudom még ezeket a kérdéseket ennyire szakmai alapon megválaszolni, ezeket a témákat, Manchesterokat. Mi se tudjuk. De a futballmenedzserbe te már biztos, hogy mondjuk az elmúlt szezonban a United-del végignyomtál egy szezont. Hát nem is egyet. Sányszor nyertél BL-t meg? Mindig. Premier. De érdekes, hogy Sancho nálam sem működik. Tehát nem tudok vele mit csinálni. Ezt nem is érte. A Kajzer Tominak sikerül, akkor miért Zidánnal szórakozza meg a feleségével? Hát, téged még az asszony se tarthatta most vissza. Most egyébként vicces, mert egy valamik angol, ilyen alacsonyabb osztályú csapat edzőt keres, és hát hirdetést adott föl, és hát oda van írva zárójelben, hogy, tehát, hogy tapasztalat kell, a futballmenedzser tapasztalat nem számít. A Saint Germainnél még, ha visszatérhetek, a problémát abban látom, hogy, a zavaró lakat az a rengeteg pénz, hogy tényleg bárkit megvehetek, és a koncepció hiányzik, Zolival szoktunk erről beszélgetni, hogy egy Bayern Münchenhez bejelentkeztek Messiék, hogy szívesen játszan ott, és azt mondták, hogy nem illeszkedik a rendszerbe abba, amit ők felépítettek. Na de állítólag, bocsáss, meg Pochettino se akarta Messit. Mondták neki, hogy figyelj, most elérhető, hozzuk, itt van. De egy Bayern München annak idején Alexis Sanchez fénykorát élte, és 80 millió euró volt, és a Bayernnél azt mondták, hogy nem borítjuk fel a rendszert. Ott is most már elmentek ilyen 20 millió euró nettós fizetések irányába néhány játékosnál, de Alabánál 25-re nemet tudtak mondani. Tehát ők azt mondják, hogy hiába zseniás egy futbolista, hogyha ebbe a koncepcióban nem oké, akkor bármi lehet a neve, bárhogy hívhatják, ezt mi nem igazoljuk le. Nem is feltétlenül a pénzkérdés, mert Bayern Münchennél a pénz megvan labdarúgókra. Nagyon kevés olyan igazolásuk volt, amit eltúlzottnak éreztem, akadt olyan, de valahol őket igazolja, hogy tulajdonképpen amikor nem nyernek BL-t, én elfogult vagyok velük, akkor is ott vannak a határon, tavaly előtt kiestek másfél éve most már kiestek a Saint Germain ellen egy nagyon érdekes meccsen, a Real Madrid szokta őket kiverni óriási meccseken, velük is gyakran kibabrált Sergio Ramos több ízben, de az biztos, hogy, ott érzem azt, hogy tényleg tudatosan építkeznek, tudatosabban talán, mint a riválisok. Ja, Istenem, hogy ebben érnünket kell dicsérni, mit megértünk, de egyébként egyetértek Lacival, és ott az edzőváltásban is szépen. Egyébként mindig megfigyelhető ez. Tehát ha megnézed a Bayern München utóbbi évtizedeinek az edzőváltásait, egy-két olyan dolog volt, amikor tényleg mondjuk nagy nevet igazoltak kispadra, de nem ájulnak el, senkitől. Oda nem visznek José Mourinho-kat, oda akkor inkább egy Nagelsmann, aki nagyon fiatal emberként már felépítette magát, akkor inkább ugye a Flick, aki most a német válogatotthoz ment, és milyen baromi jól átvette azt az előzőleg, egyébként mindent megy. Miközben Henkes megnyert mindent a Bayern, és odavitték Guardiolát, a világ legkörülrajongottabb, legnagyobb edzőjét, és Henkes után gyakorlatilag képtelen volt. Három BL elődöntője volt, és megbukott. Henkes pedig 7-0-val intézte el a Barcelonát a BL elődöntőbe, ami még azért egy jó Barcelonának volt mondható. Ott a Gárdő egy tanulság volt, hogy Barcelonában nagyszerűen dolgozott, bár igazából ott Frank Rijkaard azt a csapatot már addigra felépítette. Kellett hozzá még munka, de most megtalálta azt a hiányzó láncszemeket. De Bayern München tényleg rend van. Köszönöm szépen. Úgy. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy azért Ferguson elég, de ennél magasabbra nem tehette volna. Nagyon nehéz. De nézd meg, az Arsenalnál is küzdködnek, ugye ott is nagyon-nagyon sokáig volt Arsène Wenger. Tehát minden olyan klubnál, ahol egy húzamban 10-20 évig van egy edző, baromi nehéz pótolni azt az űrt, ha csak nem adott esetben tudatosan állítod elő, csúnyán fogalmazva a saját utódodat. És ugye ez, ami Manchesterben még nem történt meg, és ahogy nézem, én ma tőletek nem fogom megtudni, hogy ki ül a Manchester United kispadjára. Akkor legalább egy-egy tipp. Ja, tényleg ez jó ötlet. Te kezded. Nem tudom. Ancelotti, mit tudom, én nem tudom. én annak adom a legnagyobb esélyt, hogy igaz, hogy ezt a Pochettino dolgot fogják realizálni, ami jó lesz az edzőnek is, jó lesz talán a Párizsnak is, Zidánnak is, Zidánnénak is. Úgyhogy inkább erre. Laci? Steve Bruce? Ő biztos, hogy nem. Brandon Rogers-et mondanám, de Leicesterrel jó szerepel, és ő kijelentette, hogy nem tisztességes szezon kezdve menni, de egyébként valóban nem is az. Tehát nagyon nehéz az, hogy olyan labdarúgó edzőt találni a piacon, aki elérhető, sikeres is, mert bárkit nem fogadnak el. Meg nem korrekt felállni szezon közben. Tehát, hogyha Pochettino valóban menni akar, akkor ez egy nem butaság, de vele senki nem beszélte erről, csak ez ilyen
legendákat hallunk az utcasarkon. Az a Zidane, Párizs, Pochettino oda, ez egy jó opció lehet. Először nagyon vadnak gondoltam, de nem teljesen elfajzott. És te kire tippelsz, Tomi? Az biztos, hogy Michael Carrick ül. A Villarreal ellen a kis padon. Jó, egy megoldhatja. Én Kloppot szeretném, de az gyakorlatilag kizárt. Bocs, Tibi. Liverpool volt. Igen. Jó, köszönöm szépen. Szerintem angol lesz. Annyit még erről, hogy... De legalábbis brit. Vannak annyira glazerék türelmesek, hogyha Carrick nyer kettőt, meghosszabbítják. Én úgy gondolom, hát így indult a annyira korábbi edzők is. Tehát... Szerintem. Egyébként a vidéről nem beszéltük, és a kedves nézőknek csak annyit, hogy meg kellett volna verni a Fradit, és akkor esetleg ők is beférnek, nem? Indokoljuk meg ennyivel most. Nagyon elszaladtunk. Nagyon elmentünk. Uraim, köszönöm szépen. Találkozunk egy hét múlva önökkel is. Viszontlátásra.